Aki csak teheti, kerülje el a metrópótlókat és válasszon más megoldást holnap reggel. Ezt tanácsolják közlekedési szakértők. Hétfő lesz az első munkanap, amikor nem jár majd a metró a Leheltér és Újpest között. A legkritikusabb pont az Árpád híd pesti oldalán várható. Közben kiderült, lehet, hogy 3 évnél is tovább fog tartani a 3-as metró felújítása. Most még békés a város, jönnek-mennek egymás után a metrópótló buszok, de nem sokára megváltozhat Budapest képe. Hozzáértők káoszra, késő és nem elegendő buszokra és hatalmas torlódásra számítanak. Azt mondják, az egyik legkényesebb hely az Árpád híd pesti oldala lesz. Ez az a csomópont, ami ha nem működik, akkor mindennek vége van. Legalábbis ezt állítják a szakemberek. Van, aki úgy gondolja, a BKK a hibákat nem fogja korrigálni, azokhoz az utazóknak kell majd alkalmazkodni. Most pedig fogjanak egy papírt és egy ceruzát, mutatjuk az alternatív útvonalakat. Első és legfontosabb tanács, aki csak teheti, az jobb, ha elkerüli a metrópótlókat. Újpest felől ezt a 12M vagy a 14M-es villamossal teheti meg. Óbudáról a H5-ös hív jelenthet menekülő utat a Batthyány téren át az M2-es metróra átszállva. Rákospalotáról pedig az újpalotai gyorsjáratok felé érdemes indulni. Metrópótlók egyébként a hivatalos tájékoztatás szerint 45 másodpercenként érkeznek majd. Ezek alacsony padlós járatok lesznek, tehát gyakorlatilag mindenki igénybe tudná venni. Ruskó Erika kerekesszékkel közlekedik, először ő is örült, aztán rájött, hogy mégsem lesz ez egyszerű. Iszonyú tömeg van, és ez az iszonyú tömeg sodorja az embert. Mire lejönne a buszsofőr, hogy lenyissa a rámpát, tele van a busz és a rámpán is, áll 4-5 ember. Tehát igazából meg nem engedik ki a buszsofőrt, mert felszaladnak a buszra, és nem bírja kinyitni a buszsofőr az ajtaját. A Metróért Egyesület elnöke már többször mondta, az utolsó pillanatban voltunk, amikor még el lehetett kezdeni a felújítást. Bíró Endre azonban arról is beszélt stábunknak, hogy jelenleg a teljes alagútra és az északi szakaszra van érvényes felújítási szerződés. A középső szakasz és a déli szakasz állomásaira egyelőre nincs. Akkor ez a 3 év, amit mondanak, lehet, hogy nem is 3 év lesz, hanem több, vagy lehet, hogy első kezdik? Azt nem tudom elképzelni, hogy ne kezdjék el, ezt nem lehet félbehagyni. Ha ezt félbehagyjuk, akkor gyakorlatilag szinte semmit nem csináltunk. Minden lánc olyan erős, mint annak a leggyengébb szeme. Az, hogy nem 3 évig fog tartani, az ugyan bátorság a részemről, de én merem borítékolni. A közlekedő tömeg alelnöke szerint hosszú lesz még az a tervezett 3 év is a teljes metrószakasz nélkül. Ha valaki visszaemlékszik, a 2-es metrót azt 5 darab nyári lezárás során újították fel. Ezzel szemben a 3-as metró 3 teljes évre le lesz zárva szakaszosan. Ez indokolatlan, és érthetetlen, hogy miért tart minden ennyi ideig mostanában a fővárosban. Az LMP a felújítással kapcsolatban azt kifogásolja, hogy a metróvonalon lesznek olyan részek, amelyeken az akadálymentesítést nem valósítják meg.